Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a Tour de la Luca című sorozatunk 11. epizódjával, amely az utolsó olyan sorozatunk, amely a leállás után újraindul, illetve még a leállás utáni újraindulását várta, úgyhogy ezt megejtettük, és ebből kifolyólag, ugye akkor neki is látunk akkor a játékunknak. Vannak komoly terveim, így a sorozat tekintetében. Egyrésztről a mai adásban vissza szeretnék térni egy kicsit a visszazökkenni ennek a játéknak a dolgaiba. Másrésztről pedig a mostani szakaszban úgy gondolkodtam, a mostani felvételes szakaszban, hogy egy több napos versenyt is szeretnék levívni. Ugyanakkor ez egy nagyon kisi kategóriás verseny lenne. Tehát mindenképpen egy kisebb jellegű versenybe mennénk, mert ahogy én érzem, egyelőre még az ilyeneknél van abszolút nagy esélyem ahhoz, hogy megnyerjem a versenyeket. Viszont én azt mondom, hogy még lehet, hogy most lenyomok egy klasszikus versenyt. Ugye mondjuk úgy, hogy bemelegítésképpen. És emlékeim szerint, amit még csináltunk, hát, hogy az lesz, hogy a Párizs-Roubaix-t ezt biztos, hogy csináltuk, Geelongot is csináltuk, az biztos, az Onlupot is csináltuk, emlékeim szerint. A Bianchi klasszikus, azt a Strade Bianchi-nek hívják, magyar névem. Azt szerintem nem csináltuk. A Milano Sanremo-t szerintem csináltuk, Varengelmet szerintem nem csináltuk. A Harelbeck-ére emlékszem, hogy ezt csináltuk. Jó, csináljuk azt, hogy a térképnek egy kicsit hátabbi részéből veszünk, például a Liège-Bastogne-Liège verseny. Hát ez nem lesz egyszerű számunkra, mert hegyesről van szó, de még egyszer mondom, most én arra szeretnék felkészülni, hogy... Na nézzük, fitness. És az átlag. Először nézzünk egy fitness-t, és rá egy átlagot, így is jó. Na nézzük, és akkor egy mantint is ránézek. Hát Pino nincs annyira nagy fittségben, az a nagyon nagy bajom. Pedig ő lenne a nagy esélyesem. Úgyhogy Godóra kell rábíznom a dolgokat. Pontosan 8 versenyzőt kell megneveznem. Én azt mondom, hogy Reichenbach is jöjjön, de nagyon-nagyon nem. Akkor Morabitot, Eichlinget és Molardot mindenképpen viszem, és akkor nézzünk egy olyat, akik átlagban vannak. Itt van Dömár. Csimolaj, Le Bon is azt hiszem tud segíteni nekünk, bár nagyon gyenge a hegye. És akkor még valakit kéne megneveznünk. Szerintem Reichenbachot azért nevezem meg mégiscsak, hogy legyen egy kis... Oké, legyen egy kis kilométere. Innen nézzük, hogy mit mondanak. 24 csapat, 8 versenyzővel versenyeznek egymással. Rannal készült egy interjú. Milyen ambíciókkal érkezelte a versenyre. A csapatom megbízik bennem. Megbízott bennem abban, hogy legyek ennek a versenynek a vezetője, csapatvezet. Én legyek a vezető a csapatban. Remélem, hogy ez visszafizetődik a bizalmuk egy végső győzelemmel. Kit gondolsz elég erős ellenfelednek?
Valverdére szavaz, és nem nem lepne meg, hogyha mi küzdenénk a győzelemért a végén, és Pilóra zoomol rá az újság, tehát a cikkírónak a tipje. Erre a versenyre fókuszált Piló, és ő lehet az talán az egyike azoknak a versenyzőknek, akik figyelnek a különböző fontos szakaszokra. Bármilyen esetben én erre tenném a tippemet. Na, stratégia. Igen, a kerékpáros dolgok megvannak. Na, és akkor nézzük a stratégiát. A szakaszra megy rá. Igen, igen, ez a csapat az megy. Őt hagyjuk... igazából... Igen, hát engedjük szökésre. És Godót is azt gondolom, hogy engedjük szökésre. Már őszintén én igazából most azt mondanám, hogy Godóra dobnám rá. Na, erje. Ezt szerintem csak ott fogjuk tudni megoldani. A Dömár az, akit én azt gondolom, hogy be tudnék dobni a... Jó, mindegy, egyelőre így, és akkor majd meg fogjuk oldani. Na, rakja össze a fájlt. Új 7 perces gondolkodás. Ügyesek voltunk. Nagyon-nagyon komoly csapatok lesznek itt, úgyhogy nekem van egy olyan érzésem, hogy nem mi fogjuk nyerni, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy kicsit bemelegítsem magamat így a kerékpárra, ezért szükséges nekem az, hogy most egy egynapos versenyt így most levigyek. Na, összerakta magát, azt hiszem. Úgyhogy akkor mindjárt indulunk. És akkor itt nagyon az az érzésem, hogy lesz itt egy szökevény csapat. Reichenbach, még egyszer mondom, csak a kilométereket fogja zabálni, tehát most őt azért hoztam ide. Na, itt vannak a csapatok. Kezdő képek. Na és akkor most nyomunk egy olyat a stratégia. Nem akarok kimenni a versenyből. Ez, és akkor pauze. Mondom, pauze! Idióta. Na, csináljunk egy stratégiát, amit azt hiszem itt kell megcsinálnunk. Így is van. Na, tehát akkor... várjál. Nem, itt kell megcsinálnom. Na, tehát akkor én azt gondolom, hogy Dömárt szeretném egyik emberként, és én azt mondom, hogy Le Bon figyeljen Dömárra, Csimoláj is figyeljen Dömára, ennek a vonatnak a végén pedig Dömár legyen. Így, tökéletes. És akkor a másik vonaton pedig Godó lesz a végén. Reichenbach az, aki a kilométereket szedi, úgyhogy őt leválasztjuk.
random leválasztjuk. És meg kell néznem, ki az, aki nálam nem a sprinteres, vagy aki a nem... Na, várjál. Igen, ezt nem jegyeztem meg, hogy ki az, aki inkább a sprinteres, itt van Dömár a sprinteres, meg Csimolaj a sprinteres. Hát neki ez a verseny, ez most egy katasztrófa ez a verseny, és pont ő ráteszem Dömár csapatát. Jó, akkor igazából annyi a feladatom, hogy Eikingre és Molára rátegyem Gödót. Jó. Szerintem így viszont engedhetem a versenyt ezzel a stratégiával. És most egyelőre elengedjük őket. Mindenki összepakolja magát. Dömárt keresem szemmel. Érkezik, jó van. Reichenbach szabadra van engedve. Ő, mondom még egyszer, a kilométereket fogja zabálni. Tehát őre nem is fogok nyúlni. És megérkezett Dömár. Viszont én azt mondom, hogy két esélyes a dolog. Eikingék már most leszakadtak. Nem tudom, mire várnak. Várjál. Na, álljunk meg a NASZ menet, itt baj van. Mert hogy elől szökevények vannak, úgyhogy Csimolájék azonnal letekellenek. És Eiklingéket pedig arra kérem, őket is ettekelni kérem. Viszont az a baj, hogy egyszerre nem tudok két helyre figyelni. A francba, itt fog elmenni a Godóval való versenyem. Na mindegy. Na, nézzük Csimolájékat, hogy vissza tudnak-e szökni. Hát vissza tudnak-e menni a élmezőnybe. Még azt talán azt tudom mondani, hogy Reichenbachot rá tudnám dobni. Na, ennyi. Nem, Csimolaj beindítja magát. Remélem Le Bon is úgy gondolja, hogy... Na, nézzük. Csimolaj beindult, az oké, csak mi van a... jó, utolérték. Uha, viszont tartani kéne velük a pozíciót. Igen, Infinite Relay. Támogatom az ötletet. Váltogassuk egymást is, akkor reményeink szerint utolérjük őket. Viszont Eiklingék utolérték a mezőnyt időközben, úgyhogy nagyon jó munkával sikerült ezt megcsinálniuk. Ehhez képest majdnem azt mondtam, hogy bajba kerülnek megint. Jó, Eiklingék menjenek egy kicsit előrébb, azt gondolom. Csak ezt nem tudom, hogy hogyan tudom közölni velük. De Csimolájék viszont utolérik a mezőnyt, illetve utolérik az élmezőnyt, úgyhogy szerencsére itt most úgy alakult. Hoppá, van egy bukásunk a főmezőnyben. Nagyon durva bukásunk van, és bizony sajnos beleestek a mi csapatunkból is. Molárék, Eikling és Godó estek bele ebbe a balesetbe. Hát ez most már innentől kezdve Csimolájéké lesz, azt gondolom. Brandlő el is ment. Na, és akkor utolértük ezt a csoportot, és akkor innentől kezdve igazából én azt mondom, hogy Le Bonéknak az a feladatuk, ezt nagyon jól megcsináltuk. Szerencsére Eiking az az emberkém, aki ugye
Jó. Itt most engedjük egy kicsit az időt, mert most nyugi van, viszont nem sokára jön egy következő nagyobb hegy, egy nagy nehéz szakasz, úgyhogy ott lehet támadni, ha nem akarjuk, hogy utolérjenek bennünket, de óriási a különbség, mondjuk azt. Úgyhogy itt nem hiszem, hogy azzal kell foglalkoznunk, hogy utolérnek bennünket. Inkább azzal kéne foglalkozni, hogy kik vannak itt ennél a csapatban. Itt van Goglő, Le Bon, Csimolai, Demár, ugye mi csapatunkból Böckmans, Kuznyetszov, Kudusz, dél-afrikai versenyző, Lindemann, Lengen, Pecho, Lujensen, Katádó, Bárta és Talánszki. Én azt mondom, hogy ebben a csoportban meg kéne... szerintem még azt mondom, hogy mehetünk itt még a dologban. Nagyon-nagyon jók a különbségek, ugyanakkor nem szeretném, hogy ez a mezőny szétrá... Igen, az lenne itt a legjobb, ha ezt a élmezőnyt itt ezt magunknál tartanánk, illetve itt tartanánk, és akkor itt nagyobb esélyünk lenne győzni ebben a mezőnyben, és most érkezik közben ez a nagyon erősebb hegy. Helikopterezzünk, jó? Most kezdik el a hegyet Dömárék. Igen, 5 perc hátrány, 4 perc hátrányban vannak a főmezőnytől Eiklingék. Ráadásul ketten vannak, úgyhogy akkor itt azt mondom, hogy erre itt most kapcsoljunk vissza, hogy mennyi van nekik. Ások, ezt engedjük el. Őket engedjük el azzal, hogy automatikát adunk nekik. Úgyhogy innentől kezdve Dömácsi Molai Le Bon csapatra nézünk. Reichenbach még egyszer mondom, hogy a kilométereket zabálja, úgyhogy ő vele nem számolunk. Ezt a csapatot tartanunk kell. Ezt a mezőnyt tartani kell. És egyelőre az infinit váltás, mint stratégia, az nagyon beválik. 8 perc most már a különbség, és ők már egyébként túl vannak itt ezen a erősebb emelkedőn. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy rendben vagyunk így a játék tekintetében, mindjárt érkezünk a tetejére ennek a emelkedősebb résznek. Hát izgalmas lesz ez így. És Eichling visszaért. Hoppáré. Ezt hogy csinálta? És Godó is mindjárt vissza fog érni. Lehet, hogy megvárta a mezőny őket, és akkor... Hát jó, csak sérüléssel... Nem tudom. Még van italuk, meg ilyesmi, tehát azt gondolom, hogy az még így rendben van. Azt mondja, igen, most egy kicsi lejtős szakasz jön most nekünk, egyébként, itt van most egy picurka emelkedés, hát igen, egész nap ilyen hegyes menetek lesznek, hogy így fogalmazzam, és most de már van legelől. Én úgy veszem észre, hogy vannak olyanok, akik nem akarnak besegíteni bennünket a váltásokban. De Márt még egyelőre nem engedik, hogy lemenjem. Na és jön akkor egy újabb picurka emelkedő.
És itt van egy hegyi befutó, 14 km múlva érkezik egy hegynek a vége. Ez lesz az a kis pucka. Gyanítom. Nem rövid a szakasz, és ebből kifolyólag azért én azt érzem, hogy azért itt oda kell figyelni. Nézzük. Igen, egybe ment most már a mezőny, és 10 perc különbséggel dolgozunk. Most már. Hát, hogyha lemegy olyan 2 percre, akkor onnantól kezdve viszont be kell indítanunk a rakétákat. Azt gondolom, helikopterezzünk. Igazából ebben a mezőnyben nincs olyan versenyző, akire én azt tudnám mondani, hogy igen, váltottság az nem annyira működik, ahogy így nézem. Igen, de már az, akit fárasztanak, hogy így fogalmazzam. És bizony-bizony látszik is, hogy fáradt, úgyhogy én azt mondom, hogy maintain position. Picit pihenjél le, de már, mert itt most nagyon bedolgoztad magadat. Na most pont a hegy miatt nem látom, hogy mi lesz ebből. De esetre most Dömár a mezőnynek a második felében van benne, az nekem így megfelel. Visszamegyek, mert itt jobban látom a dolgokat, Dömár. Picit most pihentetnem kell Dömárt, mert elhasználta az energiáit nagyon durván. És itt jön a kemény hegy. Ha nem lenne ez itt, akkor... Várjál, ezzel sem látom. Ne. Itt most lejjebb fog csúszni a távolság, mert ugye ő a mezőm még nem kezdett bele a hegybe. Aha, és ez nem az a hegy, amire én gondoltam, viszont Csimoláék nagyon-nagyon elő vannak Lebonnal együtt. Nem ez lenne a feladat, őszintén. Mondjuk meg lehet nyerni egy... Hát csak az a baj, hogy ezzel semmit nem érünk itt. Ha én most azt mondanám, hogy nyerjük ezt a hegyet meg. Van most egy pici, és akkor ott lesz a emelkedőnek a teteje, ha jól sejtem. Csimolá egy kicsit visszább megy. Igen, lement 9 percre, mert mi csináljuk a hegyet, ők meg szerintem jönnek lefele pont egyébként. Jó, viszont nekünk mennünk kell vízért, úgyhogy ahogy itt befejezzük a hegyet, szerintem megtörtént, úgyhogy akkor ketten elmennek Wasserért. A két emberkém, Dömár és Csimoláj. Dömár megejtette, és Csimoláj is. És Lebon is most mindjárt meg fogja ejteni, csak meg kell várnunk, hogy Dömárék visszaérkezzenek. Csimoláj meg is tette, és Dömár is megtette a dolgát. Úgyhogy most Lebon gyorsan lemegy italért. Ó, de hoztak neki. Akkor maradjon az, hogy maintain position, illetve relay. Egészen pontosan. Igen, Lebonnak is hoztak italt. Jó, az első italozás az meg lett oldva. És én azt mondom, hogy egész jól haladnak a terveink, így a tekintetben mondom, hogy itt most elég ügyesen dolgozunk. És még azt mondom, hogy ez is rendben van, viszont Dömárt megint hátra kell küldenem, mert megint ledolgoztatják Dömárt. Úgyhogy maintain position. És pont akkor nyomtam meg, amikor
amikor megtörtént. Hát igen, ránk bízzák a váltást, ránk bízzák a futtatást, érzik azt, hogy bizony nekünk három emberkével itt nagyon komolyak a terveink. 8 percnél tart a különbség. A mezőny szerintem most fog belekezdeni egyébként a hegybe. Mindjárt ránézek, hogy hol vannak. Igen, nem, ők is már túl vannak a hegyen, Reichenbach és társai. Hát nem tudom, hogy túl nagy a távolság ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy én hogy ezt támadjam. Hoppá, itt valaki kimaradt, de már jó van. Megvagy. Egyelőre most maradj a csoportban, mert elfáradtál egy kicsikét, tehát ezt kéne ezt a elfáradást egy kicsit lecsökkenteni. Tehát ezt most egy kicsit le kéne csökkenteni ezt az elfáradást. Viszont innen folytatjuk a következő adásban, hogy legyen az egész adásban a futam a következő teljes tartalomban. Úgyhogy innen folytatjuk a következő adásban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!